Sziasztok, Ádám vagyok, a Tekettőt nézitek, és a Lenovo Vibe Z2-t hasonlítjuk most össze a Samsung Galaxy S5-tel, ami ugye magát a Vibe-ot azt itt mutatták be az IFA 2014-en, még a Galaxy S5 már egy fél éve bemutatásra került. Két készülék közt majdnem fél tó különbség van, hiszen 5,5-szoros 1280x720 pixeles IPS kijelzőt tartalmaz a Lenovo, még 1920x1080 pixeles, magasabb felbontású 5,1 hüvelykes kijelzőt tartalmaz a Samsung, ami Super AMOLED paneles. Ennek megfelelően némileg a fényereje magasabb, illetve betekintési szögei szebbek a Samsungnak. Közelről pedig, hogyha megnézzük, azért érződik a felbontásbeli különbség, de annyira nem vészes a Lenovo javára se. A nagyobb kijelző ellenére csak egy minimálisan magasabb a Lenovo Vibe Z2, amelynek olyan 3 darab kapacitív gomb van, még a Samsungon ugye van egy fizikai és 2 kapacitív gomb. A készülék kijelző felett van a hangszórónk, illetve előlapi kameránk is, ami 2,1 megapixeles a Samsungnál és 8 megapixeles a Vibe Z2-nél. Hát hátul már a minőséget tekintve óriási a különbség, hiszen műanyag hátlapunk van alatt a 2800 mAh kapacitás akkumulátora, és egy fém unibody házunk a Lenovo-nál, ami azért jelentősen jobb, és még 3000 mAh kapacitás akkumulátort is tartalmaz. A Samsung 16 megapixeles ISOCELL kamerával rendelkezik, vakuval, illetve pulzusmérővel, míg a Lenovo Vibe Z2 csak 13 megapixeles kamerát kapott dupla vakuval. Nézzük meg egymás mellett a két kamera alkalmazást mondjuk. Megpróbálom mind a kettővel lefotózni ugyanazt. Hogyha egymás mellé tesszük az elkészített képeket. Igazából egyik sem tökéletes már ilyen távban, azonban az a Samsung Galaxy S5 kamerája jobb minőségű, még így is. Több részlet látszik, jóval elmosódottabb a Vibe Z2 kamerája, tehát itt a 16 megapixeles Samsung kamera ebből a szempontból tudott nyerni. Nézzük meg az előlapi kamerákat is, ahol már 4-szer nagyobb a felbontása a Vibe. Bocsánat, nézzen a jobb, igen, a felbontás a Vibe Z2-nek. Ahogy látom, hasonló méretű a betekintési szög, viszont egy fokkal azért mégis jobbnak tűnik az S5 kamerája, tehát nincs annyira egyértelmű különbség így ránézésre a két kép között, de mégis talán, ha jobbat kéne mondani, azt mondom, hogy részletesebbnek tűnik, jobb minőségűnek tűnik a Lenovo Vibe helyett a Samsung kamerája. Törölöm a háttérben az összes alkalmazást, mind a két készüléken, és megpróbálunk egymás mellett lefuttatni, illetve elindítani néhány appot. A Galaxy S5 Snapdragon 801-jel 2,5 GHz-es órajellel rendelkezik, még a Lenovo egy Qualcomm Snapdragon 410-el 1,4 GHz-es órajellel. Mind a két készülék 2 GB-ot kapott, és hát a felbontásban van némi eltérés. Előbb elindítom mondjuk a tárcsázó alkalmazás egymás mellett. Itt jóval gyorsabban megjelent igazából a Lenovo alkalmazása. Elindítjuk egymás mellett a galériát, ahol megint csak gyorsabb volt a Lenovo. Nézzük meg a tárcsát, a névjegyeket. Hát ez nagyjából egy időben sikerült. Mondjuk, hogyha valamilyen Google appot választunk, legyen mondjuk a Google Plus, itt is gyorsabb tudott lenni a Vibe Z2, legyen egy Google Drive, ahol megint gyorsabb volt. Igazából úgy tűnik, hogy meglehetősen gyorsan reagál, legyen a Google Play Stand,
itt is gyorsabb, de igazából alkalmazás indításban egyszerűen gyorsabb a Vibe Z2 így a Galaxy S5-höz, hogyha így egymás mellé tesszük. Most talán a YouTube-nál lehet azt mondani, hogy gyorsabb volt a készülék a Galaxy S5, mint a Lenovo. Indítsuk el még a Play Store-t. Itt is igazából ugye hasonló sebesség van. Összességében tehát elmondható, hogy azért jól optimalizált szoftverre van a Lenovo-nak, aminek köszönhetően kellően gyors, ezáltal még ajánlott kategória is lehet egy jó ár esetén. Ez volt tehát a Lenovo Vibe Z2, illetve a Samsung Galaxy S5 összehasonlító videója. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!